Boldog napot, szeretettel köszöntünk benneteket Liszkai Judittal. Szia, Judit! Sziasztok! 2023. novemberéről fogunk beszélgetni a kínai asztrológia szemszögéből. Arról fogom Judit faggatni, bár nem kell faggatni, mert elmondja magától is, hogy mi várható ebben a hónapban. Mikor indul ez a hónap pontosabban? November 7-én 17 óra 36 perckor. Rendben. És milyen hónap lesz ez? Melyik állathoz tartozó hónap? Ez a ínvízes disznó hónapja lesz, úgyhogy tiszta víz hónap lesz. Igen, nyakig igen. Leszünk a vízben. Összbenyomás? Annyira, és mindig szokták mondani a tanítványaimok, ez jut eszembe, hogy jaj, annyival jobban szeretjük a kínai asztrológiát hallgatni, mert a nyugati az valahogy mindig olyan nehezebb, meg olyan negatívabb, meg mit tudom, hogy mennyire más az aspektusa. Összbenyomásban, tehát hozza nyilván a másik oldalt is, ugyanúgy, mint a nyugati, de egy picit a szétszórtságot hozza nekem, egy kicsit az összevisszaságot hozza. Ugye minden disznó hónap, szóval minden november általában, és ugye szoktam mondani, hogy karácsony előtti időszak, tehát az általában mindig az embereknél kivesz szabít arra, hogy mit tudom én ajándékot vegyen, úristen, még össze kell takarítani a lakást, Jézusom, kinek mit. Szóval a november az mindig ilyen, de most ugye hímvíz disznó, szóval duplán vizes, és ugye a vízről tudni kell, ugye akik tanulják, tudják, a vízről tudni, hogy a víz az mozgékonyságot hoz, mozgásenergiát hoz, tehát senki nem fog tudni a fenekén ülni, hanem mindenki jönni menni fog. Szóval röfi hónap, turbulens időszak. Abszolút, jó. Igen. És ha már nézzük, hogy mire jó ez az időszak, ugye érdekes, mert hímvíz nyúl év van, és ez hímvíz hónap is, tehát hímvíz év, hímvíz hónap, tehát duplán hímvíz, mondhatnám, hogy most aztán úszunk a ködben. Ez nagyon, nagyon jó pofa így. Tényleg, tehát, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit szerintem szeretnénk már lezárni, rendezni, előre menni benne, de hogy van az a jó vagy rossz hírem, hogy akinek mi, hogy nem most fogunk tisztán látni dolgokat. Tehát ez az időszak, ez még inkább, ha lehet, egy kicsit fokozza a káoszt. Aztán ugye nyilván embertípus függő, hogy valakiből ez kivált mondjuk egy stresszt, van, aki elúszkál vele, de hogy igazából az egész hónap tulajdonképpen arról szól, hogy ami mögöttünk van, ugye már annyira nem látjuk, ami előttünk van, még annyira nem látjuk, tehát nem feltétlenül ez az időszak jó arra, hogy nagyon hosszantartó döntéseket meghozzunk. Tervezni lehet, kitalálni lehet dolgokat, elindítani is lehet, de nem biztos, hogy most minden részletében átlátunk dolgokat, amit egyébként szeretnénk az életünkbe. Mert a invíz időszak az mindig változékony, van benne egy könnyedség, de mindig kiismerhetetlen. Ilyenkor sokkal jobb, ha az intuíciónkra hallgatunk, tehát a racionalitással szemben, amikor sokkal erősebb fókuszt kapnak azok, hogy úristen, ezt éreztem, Jézusom, tudtam, tényleg, ezt már a múltkor is sejtettem, tehát sokkal inkább érdemes, nem azt mondom, hogy valaki ne legyen racionális, hanem azt mondom, hogyha van egy érzés, vagy megérzés, vagy valami átfut a fejünkön ilyenkor, akkor érdemes annak szentelni egy gondolatot, hogy vajon mondjuk miért lehetett. Ugyanakkor ez az időszak, ez mindig nagyon kreatív, egy csomó ötletünk van, egy csomó dolgot meg tudunk valósítani, viszont a kitartás már kevésbé. Tehát, hogy ez az energia, ez nem arról szól, hogy hosszan és kitartóan csinálok valamit, hanem arról szól, hogy kipattant a fejembe, de jó, aztán kipattan valami más, ha meguntam, megyek tovább. Tehát, hogy nem arra jó, hogy... Tehát sok dolog érdekel egyszerre, és ilyenkor mindig van az emberben egy ilyen szétesés veszély. Úgyhogy fontos az, hogy valaki vagy valami racionalizáljon minket. Tehát ami nem azt jelenti, hogy ilyenkor nem lehet dönteni, nem lehet dolgokat csinálni, de mondjuk az egy nagyon jó visszacsekkolás, hogy valakit, aki mondjuk egy picit kevésbé szétszórt, mint én, azt megkérdezem. Vagy aki mondjuk úgy lát rá a helyzetemre, hogy kívülről és nincsen benne annyira érzelmileg, akkor... Nyilván most nem az, hogy azt kell csinálnom, amit ő mond, de mondjuk az, hogy egy másik nézőpont, hogy lehet, hogy ez tényleg eszembe se jutott. Lehet, hogy valamit tervezek, és kihagyok egy mozzanatot, mert szétszórt vagyok. Én például így vagyok, amikor most ugye nagyon sok ilyen szöveget, mert készül a 2024-es naptár, és ugye már meg is csináltam, mert az informatikusnál van, és ugye nagyon sok szöveg van beleírva, meg most elkészült az is egyébként november közepén megy föl a 24-es évről egy ilyen összefoglaló, letölthető PDF, egy általános, hogy milyen lesz a 24-es év, és akkor ezeket ugye ki kéne javítani, és én például, én teljesen ínvízes, meg szétszórt vagyok ebben, hogy megírok valamit, és jó, ki kéne javítani. Olvasom, nem veszem észre benne a hibát, mert átolvasom, mert belül gyomorban nincs hozzá türelmem. És ezért van nekem egy barátnőm, te ismered, Adri, aki minden szöveget kijavít, mert ő tudja azt, hogy ő ráül, és ő észrevesz, hogy ott egy vesző, ott egy mondat, vagy mit tudom én, ott egy pont, vagy itt mit tudom én, nagyobb szóközlet kihagyva. Én ezeket sose veszem észre, és hiába ülök le úgy, és nézem végig, hogy
na most akkor koncentrálok, nem tudom, nincs hozzá türelmem. Biztos érintek, hogy a disznóval, nem? Á, nem, nincs disznóm nekem se. Na, és ez nagyon fontos mindig, ha már egyébként kínai asztrológia, hogy nem az a lényeg, hogy olyanok legyünk, amilyenek nem vagyunk, hanem hogy vegyük észre, hogy mi az, és még ezt sem mondom, hogy jó vagy rossz, mert nem lehet tulajdonságokat címkézni. Azt viszont lehet mondani, hogyha valami úgy érzem, hogy nekem gyengébb, tehát hogy a haladásomat nem segíti, mondjuk a szétszórtság nem segíti a haladásomat, akkor nem az, hogy nekem kell magamra erőltetni, meg kell találni a megoldást, hogy hogyan oldjam meg. De nem kell nekem, tehát soha nem leszek annyira összeszedett, mint egy olyan ember, aki gyárilag összeszedett. Viszont aki meg nem annyira, vagy aki meg nagyon összeszedett, és nem annyira szétszórt, lehet, hogy neki viszont nincsen annyi gondolata, nincsen annyi ötlete, vagy kreativitása. Tehát minden időszak és minden tulajdonság jó valamire. És ez az időszak, ez a kreatív dolgokra nagyon jó. Például, ha valaki, mindig karácsonyról beszélek, imádom a karácsonyt, és jön, és nagyon jó. Szóval, hogyha valaki mondjuk szeret ajándékokat készíteni, akkor ez egy nagyon jó időszak, kreatív időszak, hogy mit tudom, gyertyát öntsön, ezt csináljon, azt csináljon, patikoljon, fessen, nem tudom, mandalát készítsen. Nagyon jó időszak erre. Arra, hogy mondjuk Excel táblák előtt üljünk, és így centízzük, arra mondjuk nem. Tehát, és ilyenkor nem azt jelenti, hogy nem lehet megcsinálni, hanem aki eleve jó ebben, az is érezni fogja, hogy most egy picit nehezebben megy. Aki meg olyan, mint én, az teljesen elveszett benne, az meg se próbálja. Megkér olyat, aki... Megkérek olyat, aki így van. Tehát a racionális terveket azt egy picit hátrébb, hogy valakivel érdemes megbeszélni, vagy ilyenkor például olyan csapatmunka. Tehát, hogy mondjuk nem én egyszál egyedül döntök el dolgokat, hanem egy csapatban együtt dolgozunk. Ugye nálunk is az informatikus, meg az Adri barátnőm, meg én, hárman, és akkor annyian csak nem rontjuk el annyira. Uh-huh. Szóval ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Oké, aztán mi van még? Nagyon érdekes, hogy ugye most vettük föl az előbb a nyugatit, meg mindjárt föl fogjuk venni az éveset is, az éves kínait, meg az éves nyugatit, úgyhogy nem kell minket sajnálni, de egy laza 4 órát biztosítunk. És hogy a nyugati képletben is vannak olyan állások, amik ugye némi robbanás veszélyt tudnak mutatni. Tehát azt tudják mutatni, hogy konfliktusok lehetnek abból, hogy egy picit... esetleg nem mindent gondolunk végig, vagy hamarabb elszakad a szalag, vagy valamilyen helyzet kapcsán, és ugye mindig szoktuk beszélni, hogy hol köszön vissza egyik képlet a másikba. Mert hogy a nyugati... A nyugati a kínaiban. Igen, és mivel ez ugye egy Yin-víz disznó hónap, és kígyó napon indul, ami nem annyira releváns a nap, de mégis az az állás, hogy kígyó disznó benne van. Tehát nem ez a fő motívum, de benne van ott szépen a mélyben az, és erre az állásra ugye azt tanuljuk, hogy ugye vihar a biliben. Tehát, hogy bizony jöhetnek olyan konfliktusok, lehetnek olyan hirtelen elcsattanások, ezek leginkább egyébként abból adódnak, amikor túlzottan bele akarunk, tehát, hogy annyira segíteni akarunk, hogy bele akarunk másnak a dolgába szólni. Mert hogy mi azt majd jobban tudjuk, mi majd megmentjük, mi majd segítünk, mi majd mit tudom én, és akkor egyszer csak azt veszük észre, és ez is tud okozni egy szétszórtságot, meg feszültséget bennünk, hogy tele vagyunk problémákkal, de ha igazából megnéznénk egy kicsit hátulról, rájönnénk, hogy nem is a saját problémáink, hanem Úristen, a gyerekkel ez van, Jézusom a tanárral az van, a szomszéd ezt mondta, és ugye rezgünk valamibe, ami nem a miénk. Na és ez lehet például ebben a hónapban, és ugye pluszban az, hogy nagyon hirtelen el tudunk csattanni. Tehát mondjuk én nagyon jót akarok a gyereknek valamiért, és nem tudom, csinálok neki 3 szendvicset, mikor csak egyet szokott tenni, és akkor ő meg azt mondja, hogy anya, minek csinálta nekem 3 szendvicset, mikor mindig csak egyet eszem, és akkor én fölháborodok, hogy de bunkó vagy gyerek, ő nem, hogy örülné, hogy csináltam 3-at. Hát nem, mert egyet szokott, tehát ugye túl akarok én valamit tolni. Direkt azért mondom ezeket a példákat, hogy a tanfolyamon is így tanuljuk, mert ezek hétköznapi dolgok. Hogy ha eddig egyet csináltam, most mi van a fejemben, hogy 3-at? Most miért akarom jobban félteni, vagy miért gondolom, hogy éhesebb lesz? Ő meg csak visszareagál valamit, ami tök normális, hogy figyelj, egy is elég, és én felháborodok, azért, mert én beleszóltam, mert én túltoltam, rajta csattantom le, hogy nem elég udvarias a gyerek, vagy tisztelet tudom, miért nem örül neki, hogy 3-at csináltam. Na, szóval ilyen dolgok jöhetnek. És ilyenkor ebben az állásban mindig benne van egyfajta kommunikációs félrecsúszás is. Mert ugye ez is egy félrecsúszás, hogyha most ezt a helyzetet még egy picit mozgatjuk, hogy ő nem kért meg rá, hogy nem mondta azt nekem, hogy anya, csinálj 2-vel több szendvicset, mert éhes leszek. Az én fejembe jött egy koncepció, hogy ma, mit tudom én, törődőbb anya leszek, mint máskor, és még 2 szendvicset csinálok. Így van, az én fejembe született. Ő meg csak lereagált egy helyzetet, amikor odaraktam neki 3 szendvicset, az egy helyett, és ő csak lereagálta, hogy de nem kell, hát máskor is egyet viszek. Én pedig visszafordítottam magamban, ugye, hogy hálátlan. Tehát saját magam göngyölítettem az egész helyzetet, és magam tettem bele egy helyzetbe,
Holott, ha csak azt csinálom, mint máskor, akkor semmi nem történik, és bízom mondjuk annyira a gyerekbe, hogy ha éhesebb, akkor szól, hogy figyelj, ma ne egyet csinálj, hanem kettőt, és akkor csinálok kettőt, és akkor ő meg fogja köszönni. Tehát ezt most csak azért elemezem ennyire le, hogy ezek azok a helyzetek, amik tudják ezeket hozni, hogy még én tolom túl, én akarok annyira segíteni, senki meg nem kér rá. És én leszek a mártír, és én háborodok föl. De itt egyébként inkább a felháborodás, mint a mártírság, ugye ez egy ilyen puskaporos dolog. Szóval hogy a hónapban lehetnek ilyen szituációk, ilyen puskaporosak. Olyan is lehet, hogy esetleg régebről hurcolunk valami sérelmet, és akkor gyűjtjük, ugye még nem adtuk ki, na és akkor az utolsó pillanatban elszakad, és akkor ráborítunk valakire mindent. Na, ezekkel a helyzetekkel érdemes ilyenkor vigyázni, meg a félreértésekkel, meg hogy ne fussunk fölösleges köröket. Ezen kívül igazából van nekünk egy félfatrigonunk, ami megint csak mutatja azt, hogy jöhetnek olyan helyzetek, amikor válaszút elé állunk, tehát hogy bizonyos helyzet, főleg egyébként érzelmi szempontból, amikor választást kell valami mellett le kell tenni a voksunkat például, illetve fejlődés, tanulás, gyertek tanfolyamra, tök jó. Ilyesmire is nagyon jó a hónap. Aztán van nekünk szintén egy kicsit mélyebben, tehát nem a felszínen észrevehető félfém trigonunk is, ami azt mutatja, hogy viszonylag jó döntési képességekkel rendelkezünk, de egyébként mégis az olyan, ha nem döntünk. Na, erre varjál gombot. Tehát, hogy jobban tudunk, el tudunk dolgokat dönteni, de mivel nem látjuk a körülményeket, mivel nem látjuk egészen pontosan a dolgokat, nem baj, ha egy picit tolunk. De mi van akkor, hogyha mégis dönteni kell? Akkor jön az, hogy oké, valamiben döntenem kell, de látom azt, hogy tisztán látom, hogy nem látok tisztán, tehát próbálja meg minél jobban föltérképezni a dolgokat, minél több emberrel megbeszélni, esetleg kontaktálni, véleményeket kérni, és akkor utána, amennyire tudok, készüljek föl arra a döntésre. Ugyan a sorsban az van, hogy most ez egy ilyen időszak, és akkor rossz időben nyúlok, úgyis bele fogok nyúlni, csak ugye mindig azt beszélgetjük, hogy mi az, amit megtehetünk. Uh-huh. Illetve a kockázatvállalást azért lehet minimalizálni, nem kell feltétlenül ilyen meggondolatlan, hosszú távú dolgokba beleugrani. Meg mondjuk azt mondom, hogy impulzus vásárló vagyok, és bemegyek a plázába, és úristen, de jó az a cipő, rögtön megveszem, akkor most ne legyek. Akkor jussak el oda, hogy úristen, de jó az a cipő, na hazamegyek, még végig gondolom, vagy megmutatom a páromnak, gyerekemnek, hogy nézd, lefotózom. Szerinted vegyem meg, gondol, kicsit még pörgök rajta, hogy árérték arányban jó, és akkor utána eldöntöm. Ez apró dolgok. Illetve még egy, ami meg aztán végképp nagyon-nagyon a mélybe van, de ez is tud mozogni, hogy egy kis önfejűségre hajlamosak leszünk. Tehát, hogy azért, és itt is bejön az, hogy azért kerülünk olyan helyzetekbe, amilyenekbe, mert, és azért akarunk segíteni, és azért szólunk bele, és azért kommunikálunk adott esetben rosszul, mert hogy azért ott van az az öntörvényiség, hogy majd azt én tudom, majd azt én jobban tudom. Úgyhogy ami nehezebb, ilyenkor például nehezebb olyan típusú gyakorlatokat csinálni, spirituális gyakorlatokat, mint mondjuk a meditáció, vagy mondjuk az elme kiürítése, viszont ilyenkor lenne a legnagyobb szükség. Mert hogy észre fogjuk venni azt, hogy nagyon sok dolog fut a fejünkbe, össze-vissza cikázik, egy gondolat, másik gondolat, harmadik, tehát hogy nagyon-nagyon hangos a fejünk. Úgyhogy ilyenkor nagyon jó csendesíteni a dolgokat. Nagyjából ennyi, ami eszembe jutott. Ezért kell minden nap gyakorolni a meditációt, akkor is, ha esik, mint most, és akkor is, ha fúj, akkor is, ha minden szuper, és akkor is, ha akadályoztatva vagyunk, akkor is, ha disznó égen effektus van, ha már disznó hónap, és pörgünk jobbra-balra, és kaotikus, ahogy te fogalmaztál, és akkor is, hogyha egyébként tisztán süt a nap, és mindent átláthatunk. Tehát mindenben van fejlesztő erő, van előnye, hátránya, de ebből az esetben is bizony ilyenkor térül meg az, hogy az év egyébként átlagosabb vagy hullámmentesebb időszakaiban is nagyon jól tudunk, ugye a káoszban is tudunk rendet teremteni. Na jó, köszönöm szépen akkor, hogy elmondtad nekünk 2023. novemberre disznó hónapjára vonatkozó prognózisodat, és ahogy már többször megpendítetted ezt a húrt, én is most akkor tovább játszom ezt a dallamot. 2023. november 10-én indul a Kínai Asztrológiai Online tanfolyamunk, amelyre ezúton is még várunk utolsó jelentkezőket. Apropó, aki szeretné, az egy olyan 33-34 perces kis rézümét, kis összefoglalást nézhet meg, tekinthet meg ebből a 14 hónapos eléggé monstre első osztályból, vagy alaptanfolyamból, amelyet egyébként a liszkajudit.hu oldalon megfelelő regisztráció kísérletében elérhetővé is tesz jucus mindenki számára, és ez alapján egy sokkal objektívebb képet, tehát nem ilyen ködös, párás, yin-vizes, hanem egy sokkal objektívebb képet nyerhettek arról, hogy tulajdonképpen mire is vállalkoztok, mert ez egy vállalkozás igazából, ez nem egy ilyen himi-humi kis tanfolyamocska.
Hát akik már ebben benne vannak, akik már elvégezték, és akik most éppen a közepén tartanak mondjuk, vagy hát első harmadában, illetve nem sokára befejeződik egy újabb évfolyam, mert pontosan tudják, és érzik ennek a súlyát, felelősségét, és ez egy fantasztikusan komolyan ismereti, komplex kurzus, tehát ne olyanra gondoljatok, ami csak egy ilyen kis felszínes karcolgatása. Annyi olyat kapok egyébként, annyi a tanítványtól, annyira sok olyan, csak én ugye, én úgy vagyok a marketing, hogy utálom, ezt rólam, ezt lehet tudni, és annyi mindent kirakhatnék ilyen befotózva, hogy úristen, hogy változtatta meg az életem, úristen, de sok minden, csak én ezek, ne haragudjatok, sugárba hányok ettől, szóval nem bírom ezeket csinálni, hát nem szeretem. Hát nagyapám, hogy öndicséret büdös, tehát hogy nem kell egy ponton túltolni, de abban viszont igazat adok, sok visszaigazolás, hogy fantasztikusan jó visszaigazolások vannak, és ezek közül tényleg néhányat érdemes megosztani, hiszen vannak világcsoportok is, ott vannak magánlevelek, amiket nyilván nem, de tényleg egyébként valóban így most már nem tudom, hány évre tekintünk vissza, három lassan? Három, igen. Tehát tényleg nap mint nap érkezik, vagy személyesen, vagy külön egy másik témahoz kapcsolódva egy e-mail formájában egy-két ilyen dicsérős sor, úgyhogy az elismerő szavak abszolút téged illetnek. Úgyhogy na, ennyit erről, tehát akit jobban érdekel, behatóbban érdekel, és úgy érzi, hogy most jött el ez a tanulási időszak az ő életében, illetve most tudna időt szakítani rá, mert ez azért két hetente, mondhatom, hogy havonta két alkalommal, kb. Két hetente, ugye ilyen turnusban kapjátok a leckéket, ezek körülbelül két órásak, úgyhogy azért ez kellő, elegendő, optimális idő feldolgozni két hét alatt, de egyfajta rendszerességet és egyfajta szorgalmat, kitartást azért igényel, de azért mondom, hogy ez nem bulvár, meg ilyen kis felszínes valami. Sőt, én szoktam is mondani mindig azt, hogy, és ez sem hangzik jól, de én akkor is így gondolom, hogy nem szeretnék mindenkit tanítani. De ahogy mondtad, hogy ez egy vállalás. Tehát azt, hogy valaki ilyet tanul, az egy vállalás maga felé is, felénk is. Most nyilván én, hogyha valaki tanulja, nem tanulja, én csak azért tudom biztatni, mert pontosan tudom, hogy mit ad, de hogy önmaga felé egy vállalás, hogy valamit csinál. Mert történhetnek dolgok, élethelyzetek, akkor nyilván van lehetőség abba hagyni, halasztani, csúsztatni, következő évfolyamba rakni, tehát vannak ugye ilyen dolgok. De maga az, hogy el kell döntse az ember, és hogy én nem szeretem, és nem is gyúrok arra, hogy kirakok 87 ezer hirdetést, és akkor mindenki boldog-boldogtalan bejön, azt se tudja, hogy mire, és hogy egy-kettő hónap múlva abba hagyja, mert hiszen azt se tudja, hogy mit keresett. Tehát, igen. Hogy ezt köszönjük szépen, nem, hanem tényleg azok az emberek, és azért most már mondhatjuk három év távlatában, hogy nagyon jó kis csapat van. Tehát annyira jó kis csapat van, akik tanulnak, van, aki az elejétől, van, aki a közepétől, és nagyon jó kis társaság, úgyhogy itt tovább. És van perspektíve, hiszen van folytatása is, tehát azért mondom, hogy nyugodtan, sőt, mi nem beszéltünk a workshopokról, tehát azért rengeteg segédanyag készül hozzá, nem csak a naptára gondoltam, hanem az egyéb különböző kiegészítő jegyzetekre, mondhatjuk, hogy jegyzet segédanyagokra, tehát azért gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó rendszer, és amint azt nagyjából azért csekkolhattátok, Jutusnak végül a stílus az hajszál pontosan ilyen, sőt még ilyenebb, úgyhogy azért mondom, hogy nagyon közvetlen és tényleg át akarja adni a tudást, és szerintem ez a mai világban ritka. Köszönjük szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket az információkat, és most ajánlom akkor a figyelmetekbe itt zárszóképpen, hogy a nyugati asztrológiai elemzést is hallgassátok meg, amely erre november hónapra vonatkozik, illetve nem sokára, szó szerint is, pár perc múlva, egy rövid kávészünet után egyik kulisszatitkot elárulhatunk, fel fogjuk venni, rögzíteni fogjuk a 2024-es esztendőre vonatkozó nyugati és kínai asztrológiai elemzést is, amelyet majd november közepén, illetve másik felében fogunk jól látható módon megosztani a YouTube csatornákon, úgyhogy ezt is a figyelmetekbe ajánljuk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, búcsúzzunk, boldog napot! Köszönjük, sziasztok!